time ago, when I was little, my grandma used to tell me many, many stories. And once, I asked for her own story. When she was 4 years old, she had to move from Hungary to Czechoslovakia, and she didn't know why. But those did stories of hurt, pain, and love stayed alive. Once upon a time, there was a land. Then came people and they started to fight. They mixed together in a big chaos. They fought and moved. And after World War I, they made up the borders. But they were still not satisfied and very hungry. The devil became alive once again. December 1. Mától a magyarok délután 5 óra után nem járhatnak az utcán, és a munkába járók is kötelesek fél hétkor lakásaikban tartózkodni. Március 28. Reggel a csendőrségen jártam, ahol összeírják a magyarokat. Többen a nemzetiségi kérdést úgy válaszolják meg, hogy most szlovákoknak érzik magukat. Mi megmaradtunk magyarnak. The only ones affected by loss of their home. Ide jöttünk a semmire, az idegenbe. Minket úgy néztek le, mintha én egy kígyót, vagy egy viterát, vagy egy békát, vagy nem tudom mit látnak. Dali rozhodnutí ako mojej mame, keďže sme boli 4 dievčatá, tak dostala podmienku, že buď sa presťahuje so všetkými sem na Slovensko, alebo pôjdu dve dievčatá ako do Nemecka a dve ostanú s ňou. Aspoň zahrst tej komlovskej zeme. Z rodného tomu. Spod toho orecha. Nech mám pocit, že som doma. Nech si už nájdem svoj pokoj. Krajina, rovina, čistá jak ľudská, len tam medzi horami. Naspäť ma privolá, utíši, pohladí dobrými slovami. And for my grandmother, stayed one wish unfulfilled. And that's what this film is about.